És az emberi jogok védelme nem csupán a munkámhoz tartozik, hanem a mindennapokban is fontos számomra, magyarként és anyaként egyaránt. Gál Lídia vagyok, Budapesten élek családommal, magyar szülőktől Svédországban születve menekültek voltunk, akiket a svéd állam befogadott és lehetővé tette a boldogulásunkat. Az utóbbi években megtapasztaltam a menekültek, kisebbségek és a külföldiekkel szembeni gyűlöletkeltés Magyarországon, és azt, ahogyan a kormánnyal szemben kritikusan fellépő médiát és civil szervezeteket elhallgattatják. Ezek a negatív fejlemények aggasztóak számomra. Kisgyermekes anyaként azt szeretném, hogy a gyermekem egy olyan jogtisztelő társadalomban nőjen föl, ami elfogadja a másságot, az egyenlőség elvét, és törekszik az önálló gondolkodásra. Az Európai Unió és azon belül az Európai Parlament kulcsfontosságú szervezetek valamennyi európai emberi jogainak védelmére. Fontos, hogy elsősorban az értékeink mentén voksoljunk. Így tehát, ha európai választásokról van szó, gondoljunk az emberi jogokra.